hegedű, brácsa, nagybőgő, citera és zongora, ez még csak néhány lehetőség, amit kipróbálhatnak, illetve elsajátíthatnak a fiatalok a zenélni vágyok a Vikár Sándor Zeneiskolában. Most van a pótfelvételi időszak, a részletekről pedig már Tamás Attilát kérdezem, szeretettel köszöntünk stúdiónkban. Köszönöm szépen meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan is zajlanak most a mindennapok, az előkészületek a zeneiskolában. Igen, hát ez a furcsa tanév, amivel befejeztük az oktatást, azért egy picit ráveti árnyékát az iskola kezdésre is, de hát úgy gondolom, hogy senkinek nincsen félnivalója. A jelentkezés a zeneiskolába, attól függetlenül, hogy nem voltunk bent az épületben és online oktatás volt, a lehetőség megvolt a szülőknek és a gyermekeknek, hiszen online módon a zeneiskolának a honlapján elérhető linken lehetett jelentkezni a következő tanévnek az oktatására, és egy picit féltem akkor, hogy vajon rákattintanak-e, lesz-e érdeklődés így, hogy otthonról kell zenét tanulni, és hál' Istennek nagyon nagy számban jöttek jelentkezések így a digitális térben is, és természetesen egy beiratkozás nem lehet papír alapú. Muszáj, hogy élő kapcsolatunk legyen a kollégáknak, a gyerekekkel, azért a fizikális adottságok meghatároznak bizonyos hangszereket, hogy tud-e valaki tanulni, vagy hogy azt a hangszert el tudja kezdeni. Ezért azoknak a növendékeknek és szülőknek, akik online módon adták be a jelentkezést, külön időpontunk van, amikor behívjuk őket a zeneiskolába. Ez egy a jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken délután 3 és 6 óra között. Ők külön értesítést kapnak erről e-mailben, telefonon, és azért bejönnek, megnézik a kezecskéjéket, a szájukat, a képességüket, azért fel kell mérni, hogy tisztában legyünk vele. Úgyhogy a következő hétnek a második fele ezzel fog telni nálunk, hogy a már online jelentkezett növendékeket hívjuk be, és személyesen tudnak kapcsolatot teremteni a kollégákkal, és azért megfoghatják és kipróbálhatják azokat a hangszereket, amire vágynak játszani. De kicsit ez az időszak, ez a digitális térbe való áthelyezés alakíthatott nálatok a pedagógusoknál egy olyan közösséget, egy olyan csapatmunkát, hogy kialakítsátok, hogy mi is az, ahogy tudtok sikeresen működni, ami még erősebbé tette a csapatotokat, illetve az oktatók közötti erős kapcsolatot. Igen, egymásra voltunk utalva. Mert azért a tapasztalatokat egy olyan helyzetbe estünk bele, amikor szinte senki nem tudta, hogy na, akkor most hirtelen hogyan tovább. De én úgy gondolom, hogy talán egy nap, 24 óra kellett ahhoz, hogy mindenki a helyzethez igazodva megtalálja és feltalálja magát. Kicsi félelem volt bennem, hogy talán a szülőket fogja megriasztani ez a helyzet, hogy hogyan tanul a gyerek, vagy hogy egyáltalán menjünk a zeneiskolába jövőre, ha terveztük, hát hogy lehet digitálisan oktatni. És nagyon-nagyon pozitív élményem volt az, egy kis összeállítást is csináltunk házon belül, hogy kinek milyen élményei voltak képekkel, kis videófelvételekkel, és azt tudom mondani, hogy nem hátrány volt a digitális oktatás olyan szempontból, hogy otthon a gyerekeknek otthon kellett lenni. Az, hogy a zenetanárával élő online kapcsolatot tudott létesíteni, hogy otthon volt apa, anya, együtt zenéltek, hát olyan családi felvételünk van, hogy az egyik gyermek ezen a hangszeren tanul, a másik a másikon, és akkor édesapa fedővel kísérte őket ritmus hangszerként, vagy stb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy felüdülés volt ez az, hogy zenét tanulhattak. És azt tudom mondani, hogy akik el szeretnének kezdeni zenét tanulni, teljesen mindegy, hogy most online vagy nem online, abban biztosak lehetnek, hogy a zeneiskolában olyan kollégákkal fognak találkozni, és olyan képzésben fognak részt venni, ami nem csak élményszerű lesz, hanem magát a tudást is tudjuk közvetíteni online módon is. Egyébként picit visszacsatolva arra, amit mondtál, tényleg talán a családokban még erősebb lett a kötelék, és akár a szülők is megszerették a zenét ezek által az online órák által. Igen, hát volt egy kérdőívünk, amikor feltettük a kérdést, hogy sikerült otthon ezt megszervezni, milyen tapasztalat volt, és akkor voltak nagyon vicces válaszok, hogy ha akarta volna, sem tudta volna kivenni magát a zeneórán, hiszen abban a szobában ült, ahol a gyermek a zeneórát kapta, más pedig tényleg élményszerűen kapcsolódott be, és volt olyan szülő, akikkel együtt oltották meg a szolfés feladatokat, látta ténylegesen, hogy mit jelent az, hogy tanítani egy gyereket, mert azért a zeneiskolán belül nem vesznek részt a szülők az órán, de így részesévé válták, és láthatták azt, hogy a kollégák milyen erőfeszítéseket tesznek a gyermekek iránt. De mondom, az volt a legnagyobb élmény, hogy nagyon kivirágoztak a gyerekek, és várták azt, hogy bejelentkezzünk online, és hogy lehessen zenélni online módon. Egyébként, hogyha ellátogat valaki a honlapotokra, akkor láthatja azt a rengeteg hangszert, amiből gyakorlatilag választhatnak a hozzátok érkező tanulók, növendékek. Mi az, ami mondjuk a legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbbek?
Hát a zongora mindig viszi a pálmát. A legnagyobb számban zongorázni szeretnének a növendékek, úgyhogy olyan 240 fő körül van ez a legnépesebb tanszak, a zongora tanszakunk. De hogy hangszerek nélkül ne legyünk, gondoltunk arra, hogy a következő héten a város több pontján meg fogunk jelenni. Pontosabban kimegyünk az Örökösföldre, a Józsavárosba, a Kertvárosba, a Kossuth térre, és egy picit hangulatkeltő koncerteket fogunk tartani, hogy akinek esetleg nem jutott volna eszébe, hogy hangszeren tanuljon, akkor ha arra elsétál, vagy kilátogat hozzánk és hallja, hogy ott valami zene szól, akkor mégis hát, ha kedvet kapnak hozzá, és ezzel is egy kicsit lehetőséget adunk nekik, hogy ha eddig nem kerültek hangszer közelbe, akkor hát, ha ez az egy koncert fogja, és mégis jönnek és jelentkeznek. Azok, akik nem online módon jelentkeztek eddig, természetesen hagyományos módon is van lehetőség majd az év elején. 31-én és 1-én azon a hétfőn és keddi napon délután 2 és 6 óra között tárva nyitva lesz a zeneiskola, a zenebirodalom ajtaja. Úgyhogy bárki, aki eddig elfelejtette volna, vagy bizonytalan volt, arra tudom biztatni, hogy jöjjön be, jelentkezzen és kezdjünk el zenét tanulni, és akár online, akár élőben biztos, hogy nem fogja megbánni. Mennyire látjátok egyébként most a versenyeket, vagy mennyire vannak már kiírások, hiszen számtalan nagyon tehetséges növendéketek van? Maradtak el versenyek. Én úgy gondoltam, hogy ezeket pótlásra fognak kerülni, de hát ez szervezésileg elég problémás volt, úgyhogy azok a versenyek, amik tavaly elmaradtak, ezek most nem kerülnek pótlásra, viszont a tanév rendje szerint, amelyek rendesen lettek volna és a következő tanévben lennének, azok meg vannak hirdetve, és remélem, hogy mindegyiken részt tudunk venni, és ugyanolyan sikerekkel, mint ahogy eddig is. Néhány részletet árulj még el azért a tanévkezdésről, hogy fog nálatok zajlani. Hát azért kaptunk most egy útmutatást, hogy hogyan kell az oktatási intézményekben a járványügy miatt azért a rendezvényeket szervezni, a különböző osztálytermi. Nálunk azért ugye egyéni oktatás van, nálunk ez annyira nagy problémát nem jelent, de vannak szolfés csoportok. Természetesen ügyelni fogunk arra, hogy a távolságot be tudjuk tartani, a maszkviselésnek vannak bizonyos szabályai, az étkezés meg ilyesmi nálunk nem játszik olyan nagy szerepet. Ha koncertet szervezünk, azért úgy fogjuk elhelyezni a színpadon mellett a székeket és mindent, hogy ennek maximálisan meg tudjunk felelni, úgyhogy ha valaki hozzánk belép, biztos lehet benne, hogy nem nálunk lesz veszélyhelyzetben. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hogy itt voltál velünk, és minél sikeresebb tanévkezdést kívánok nektek. Köszönöm szépen, és még egyszer várunk mindenkit.